Az Unitárius Egyház egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temploma Kocsordon található. Az épület és ezzel együtt a helyi, jelenleg több mint 200 főt számláló gyülekezet már több mint 80 éves múltra tekint vissza. Az egyházközség nemrégiben sikeresen pályázott fejlesztésre, melynek köszönhetően a templom hátsó udvarában kezdetét vehette egy történelmi, kulturális és épített örökséget felvonultató emlékpark és látogatóközpont kivitelezése. Egy olyan közösségről van szó, amely nagy szórványt is kiszolgál, úgyhogy azért is lesz egy külön központ építve a templom szomszédságába, mert elég nagy turisztikai vonzerővel vír, és elég nagy szükségünk van arra is, hogy a tágabb részekről, amikor összegyűlünk, akkor legyen egy helyünk, ahol közösségi életet tudunk élni. A Kocsordi Önkormányzat, mint konzorciumi partner vesz részt az egyházközség projektjében. Szabó Sándor alpolgármester azt emelte ki, a település vezetés számára fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi egyházakkal, és segítse őket a fejlesztések megvalósításában. Szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő időszakban több turistát és látogatót vonzon a településre is, vinnék el a jó hírünket, a barátságunkat, a vendégszeretetünket, és szeretnénk továbbra is egy nagyon jó kapcsolatot ápolni az egyházzal, mert ez a kocsordi embereknek igaz, nem nagy százalékát teszi ki, mert inkább reformátusok a településen, de viszont nekünk kutya kötelességünk azokat az embereket is támogatni, akik ehhez az egyházhoz tartoznak, és mindenféle dolgot az elkövetkezőben is az önkormányzat meg fog tenni, hogy segítse az egyházat. A térség országgyűlési képviselője az eseményen úgy fogalmazott, a magyar kormánynak kiemelt érdeke, hogy a turizmus fejlesztéshez a civil szervezeteknek és az egyházaknak is forrást biztosítson. Kovács Sándor hozzátette, a település idegenforgalmi vonzereje évről évre növekszik, a most elinduló projekt pedig tovább erősítheti ezt a folyamatot. Itt most Kocsordon a Unitárius Egyház képviseletében vagyunk jelen, illetve ő a projekt gazda nyertes, aki egy csodálatos attrakciót, egyfajta vendégcsalogatót fog felépíteni, hiszen ez, hogy mondjam, a Székelyföldnek, Erdélynek a legészakibb unitárius temploma a közössége, és nekem, mint a választókelt elnökének, országgyűlési képviselőjének illik lobbiznom mellettük is, és azt gondolom, hogy jó helyre jön az a forrás, amely egyesíti mindazt a hármat, a hitet, a turizmust, az egyház történetet, és azt gondolom, hogy itt egy olyan csoda fog kialakulni, hogy még többen fogják megismerkedni az unitárius egyháznak a szokásaival, illetve ennek a régi csodálatos templomnak a turisztikai értékével is. A kivitelezés ugyan néhány hete már elkezdődhetett. Ez szombaton az ünnepélyes alapkő és egy időkapszula letételével is megünnepelte a helyi gyülekezet. Az összesen 107 millió forint értékű látogatóközpont várhatóan az ősz második felére készülhet el.